Korhű második világháborús ruhákban, fegyverekkel és zászlókkal felszerelkezve sétálnak ezek a fiatalok. A képek még 2018. januárjában készültek Nyíregyháza bevárosában. Ahogyan előtte is már többször, azóta is megrendezik az emlékmenet a Doni Hősökért című rendezvényt, amelyre idén már 8. alkalommal kerül sor, azzal a hogy felhívják a lakosság figyelmét az emlékezés és a véráldozat fontosságára. A 33 települést érintő 200 kilométeres gyalogmenet szombaton lónyáról indul, és az első felek eddig tart, majd a gyaloglás február 7-én Balkányból folytatódik és 10-én Nyírbátorban zárul. A Honvéd Csuli Egyesület által szervezett programban többségében általános és középiskolás diákok vesznek részt a megye és az ország számos pontjáról. A menetre egy 15 fős hivatásos katonai alegységet is várnak, akik a tervek szerint együtt teszik meg a túrát a gyerekekkel.